Na, sziasztok, sziasztok, sziasztok! Egy pár perc bolondság, bűzés velem. Téri Violettával. Megnézzük azt, hogy kik vannak még ébren, kik nem fáradtak még el, és nincsenek ugye a pihepuha ágyikójukba. Mindenkinek kellemes, jó estét kívánok! Melyik mesét mondjam el nektek? Volt egyszer egy picuri kis törpilla hölgy. Felkereste Pívilettet, és megmutatta a gyönyörű szép dalait. Majd aztán megtámadták Pívilettet azért, mert irigyek voltak rá egy páran. Az a pár kis senkiházi ütődött lütyő, kis ribikóka, elkezdtek írdogálni olyan dolgokat nekem a YouTube-ra, ide az adatlapjaimra, kommenteket, hogy egyszerűen úgy gondolom, hogy most akkor mesébe mondom el nektek a történetemet. Tehát hol volt, hol nem volt, voltak egyszer. Egyszerűen azt se tudják, hol vannak, hol élnek. Tehát talán majd megkeressük őket. Lehet, hogy a Marson vannak. Nem is itt lent a földön, úgyhogy nem sokára itt van az a birodalom, hogy lehet, hogy megszűntök az életemből. Én mindenféleképpen azt szeretném, hogy tűnjetek el, és kopjátok. Kopjatok le, és kocz, 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 kocz. Tehát ennek a mesének vége van, reméljük. Na, üdvözlök mindenkit, szeretettel. Fájdalommal telt el a mai napom. Sírtam is egy kicsit, hisztériáztam, stb. De most, ahogy néztem a médiában ugye a híreket, úgy néz ki, hogy megint végünk van. Megint jön a karantén. Úgyhogy azt mondom nektek, hogy gyorsan, gyorsan, gyorsan próbáljunk meg erre felkészülni. Akár immunilag, akár idegileg, akár bárhogy ebben az életben. Zöldre festettem ki a szemem, és zöldre a szám. Tehát behoztam az új divatot. Na, ki mit szól ehhez? Igen. Szerelmi vallomásba szeretném elmondani azt, hogy tisztelettel köszöntöm azokat az emberkéket, akik mai napon engem felhívtak telefonon, és vigasztaltak, hogy nincs itt semmi baj, Violám, hagyd abba. Oké, rendben van, abba hagytam. Úgyhogy mostantól kezdve csak a jó kedvemet fogom elővenni, és bulizom, és nem törődöm az irigyekkel. Ennyi. Na, mi a véleményetek ezekről a dolgokról? Szeretném megtudni, ha leírnátok egy pár sorban. Úgyhogy engem nem lehet kikészíteni, azt szeretném mondani nektek, mert én nagyon-nagyon erős temperamentumú hölgy vagyok. Őrjöntem, kiabáltam, igazságot tettem, és szerintem ezt nagyon is jól tettem, ezt így kell elintézni. Így igaz. Itt már ebben az életben sok mindenki kiborult. Én is. Ez ezzel jár. Igen. Sokan azt mondjátok, ki vagy te, mi vagy te, honnan jöttél, ki vagy te, stb. Mindennek lehotok, mindenfajta nullának. Na, 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 álljon meg a menet. Álljon meg a menet. Ezt azért nem érezném én önmagamról, hogy egy nulla lennék, mert itt ebben a világban senki sem nulla. Itt ebben az életben kaptunk egy lehetőséget arra, hogy megszülessünk, felnevelkedjünk, tanuljunk, legyünk azok, akik szeretnénk lenni. Ha véletlenül nem sikerül, akkor addig kell menni a céljaid után, amíg össze nem jön. Értitek?
Úgyis odasodor minket az élet, ahová Isten szánt. Minden egyes percünkben. Hiába kapaszkodunk annyira, hogy mi szeretnénk itt lenni, ott lenni, amott lenni, ha nem tudsz. A szegény az jár jól, mert az legalább nem tudott kimenni külföldre. Nem érzi azt a súlyát annak a dolognak, amit majd sajnos nagyon-nagyon sok magyarunk meg fogja tapasztalni, hogy jobb inkább itthon lenni, a békében, és nem pedig kint az idegenben. Ami azt jelzi, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy mit nem volt olyan nagyon-nagyon sok áldozat még ennek a vírusnak. Reméljük, hogy nem is lesz, ugye? Tehát kicsi ribikókáknak üzenném ezt most, bocsánat. Tisztelet a kivétel. Tehát inkább kicsi legyen, de legyen benne üröm, tehát inkább kis pénzünk legyen, de legyen benne üröm, és minden nap fel tudjunk kelni egészségesen, és biztonságosan. Ezt szeretném üzenni minden fiatalnak, hogy nem kell hajtani a gazdagságot. Mert hogyha gazdag vagy, akkor nem lesz boldog. Ha szegény vagy, akkor nagyon boldog vagy. A szíved tele és tele érzelemmel. Legalább akkor összeteszed a két kezed, és elmondod a mi atyánkot. Igen. De ha gazdag vagy, lehet, hogy eszedbe jut a mi atyánk, de az is lehet, hogy soha. Ezt szeretném még mondani. Tehát készüljünk fel arra, ami következik. Próbáljunk meg mindjárt imádkozni, kérni a drága mennyei atyát, hogy segítsen meg minket, hogy meg tudjuk élni a holnapot, vagy a jövőnket. Sajnos most kiderült, ugye, hogy nem lesznek fesztek. A színészeknek, az énekeseknek el kell menni dolgozni. Milyen jó, hogy van az embernek szakmája, annak az okos embereknek, akik ugye nem csak azt szerették volna, hogy csak zenészek legyenek, és stb. Tehát, hogy tettek egy privát szakmát. Fog érkezni majd valamilyen segítség. Igen. De most meg kell tapasztalni mindenkinek azt, hogy nem a ribalda fény várja őket, hanem meg kell tudni élni. Meg kell tanulni veteményezni, meg kell tudni a gazdaságban dolgozni. Ez így igaz. Meg kell tanulni tehenészetnél dolgozni, lovaldákban, állatokat ellátni, és valami olyanba belekezdeni, hogy ne legyen éhhalás. Köszönöm szépen a szívecskéket. Köszönöm szépen. Felkészültem erre a beszédre, hogy mielőtt még bekövetkezne országon belül is elképzelhető, hogy vesz megjelölve fehér, zöld és piros zóna. Családokat választja majd el. Valahogy én annyira kontaktban tudok lenni a Jóistennel, hogy én azt hiszem, hogy nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy én jöttem élő videóba. Amikor már Olaszországban megtörténtek azok a nagy bajok Wuhanban, én már akkor mondtam nektek, hogy készüljünk fel arra, hogy mindenki apródonként nagyon szépen vásároljon be különböző fajtájú gyógyszereket, tehát meg lehet venni a sterimált, illetve hát az már nincs, ez egy sóoldat, de annak a másik formátumát, meg lehet venni a Tantum Verde formátumot, amit orba, szájba és fülbe is lehet, ugye?
adagolni, tehát olyan is van. A szemcseppet is szintén van olyan, hogy urba is lehet. Tehát, hogyha valaki hirtelen, ugye, mert mivel cseppfertőzéssel jön ez a vírus, hogy próbáljuk megelőzni, hogy nehogy elkapjuk. Tehát ezeket ugye lehet használni. Legyen láztalanító otthon, minden tekintetben, és minden tekintetben, hogyha véletlenül felmegy a lázad, akkor értesíteni kell a mentőszolgálatot, én úgy tudom, vagy a házi orvost, és ki vagy a mentő, ha olyan katasztrofális állapotban lennénk, vagy lennél, vagy lenne bárki hozzánk tartozó, azt nyugtatni kell, ráztalanítani kell, por formájában lehet a legjobban a különböző lázcsillapítókat megcsinálni úgy, hogy minél előbb hasson. Attól függetlenül még lehet combig, illetve egész válig, tehát vizes ruhával láztalanítani. Nem kell megijedni. Tehát a beteg előtt mindig nyugodtnak kell lenni. Nekünk, nektek, akik ugye erősek vagyunk, menteni és menteni az életet, ahogy csak tudjuk. Mindenki készüljön föl arra, hogy addig, amíg a vakcina meg nincs, bármikor megbetegedhetünk. Tehát kellene tartani azt az 1 méteres távolságot, kellene ugye a buszon, a tömegközlekedéseken, vonaton, stb. Használni a maszkot. Valahogy ezt elfelejtették mostanában az emberek, a közéletben is, és mindenhol. Nekem is jól esett volna úgy bemenni, de én azért felvettem, mert úgy éreztem, hogy fel kell venni. És most szeretnék belétek tenni hatalmas nagy pozitív erőt. Nagyon-nagyon nagy erőt. Tehát az ima, a jókedv, és az, hogy boldog vagy. Még egy kis falevélnek is örülsz. Tehát ne legyünk idegesek, mert lemegy. Lemehet a immunrendszerünk nulláig. És köszöntök mindenkit, akik külföldön vannak, magyarjainkat, az itenieket is, és hát az, hogy tartsunk össze. Tehát mindenki, ahol lakik, alakítson ki egy kis közösséget. Ha valaki netán megy a boltba ugye vásárolni, esetleg autóval megy, akkor kérdezze meg a szomszédokat, hogy kell-e valami. Mert ne menjünk a boltba 1 liter tejé, egy pici fél kiló kenyéré, vagy 1 kiló kenyéré, hanem inkább beszéljük meg azt, hogy ki megy ki a boltba, mit tudom én, hányszor, tehát egy héten. Ez most arra is mondom, tehát ez már most már így kellene valahogy beállítani. Az idősebb embereken nagyon kell segíteni, oda kell figyelni rájuk, biztonságba tenni úgy az életét, hogy nyugodtan tudjon aludni. Reméljük, hogy ezt mind ugye önkormányzatok meg fogják tenni. Itt én köszönöm szépen, ugye, ahogy volt ez a karantén a mi községünkben, itt nagyon-nagyon-nagyon összefogás volt, és nagyon-nagyon jól viselkedtek az emberek, és most is. Tehát köszönöm szépen. Mert nem kellett volna nekem is ugye vérvételre, hát ami csúszik, mert hát mivel, hogy a műtétem ugye tavaly volt, meg szerencsére, hogy tavaly megcsináltattam a műtétemet. Ami azt jelenti, hogy eléggé vérszegény lettem, mert vért én nem kaptam. Most nem tudom, hogy milyen okból nem adták ide a berendelt vért, fogalmam sincs. Vagy aztán kiderült, hogy kálium hiányom van, vas hiányos vagyok, utána elkezdtem a káliumot szedni, a vasat, stb. Elkezdtem zabálni, a végén 10 kilóval több lettem, akkor voltam vérvételen, hoppá, nagyon sokat hízott, akkor most ilyen gyógyszer szedjem be, de mikor jött a karantén, akkor úgy megpróbáltam én is nem hisztizni, maradni magamnak nyugodtan, és felépíteni önmagamat a
betegség utáni, műtét utáni állapotból, és úgy néz ki, hogy ez sikerült is. Köszönöm szépen a mindenható jó Istennek. És ezt szeretném nektek mondani azt, amit csak egyetlen egy ismerősömnek mondtam el, hogy mi történt a műtét előtti éjszakán. A műtét előtti éjszakán olyan történt, mert én nagyon kicsi korom óta a Szűz Máriához imádkozom. Ő által a Szent Fiához. Akkor az történt, hogy éreztem a meleget a kezemnél. Éreztem, hogy fogja valaki. És be volt úgy van szemem. Hallottam a hangját Szűz Máriának, hogy nyugodj meg, gyermekem. Itt vagyok veled, fogom a kezed. És végig-végig úgy éreztem. És most is úgy érzem, hogy itt van velem. És soha nem hagyott el. A Szent Fia is itt van. És inkább higgyünk benne, mint hogy azt mondjuk, hogy nem. Mindegy, hogy kinek mi a hite, egy az Istenünk. Ez így van. És hát a világháborúban nem volt ennyi áldozat világszerte, mint amennyi sajnos van ennek a COVID vírusnak. Tehát akkor most itt van az az idő, amikor fogjunk össze, mindenki próbálja meg egymást tisztelni, szeretni, mosolyogni. Tehát egyszerűen itt vannak azok a dolgok, hogy reménykedtünk abba, hogy meg tudjuk tartani a feszteket, de hát sajnos nem. Nem. Nem lehet. Igen. Hát mi itt vagyunk, ugye én is, egy ilyen kis porszemművész, aki esetleg tud nektek erőt adni. Gondolom, hogy a többi kollégáim is majd jönnek élőadásban. Fogadjátok őket mindig szeretettel. Ugye őket tisztelni kell. Nem szabad rosszat és gúnyos megjegyzéseket senkinek a videója alá írni vagy tenni, mert hiszen a szeretet, amit még egy egyszerű ember is megadhat nekünk, még az is nagyon jól esik a lélektnek. Tehát nagyon sok erőt kívánok a betegeknek, akik ugye amúgy is immunbetegek, vagy rákos betegek, vagy ilyenek. Ők valahogy próbáljanak megbízni a mindenhatóba, hogy ott van mellettük. Nem kell pánikolni, sok minden az agyban dől el. Mert hogyha meg akarsz gyógyulni, leírod százszor, hogy nem vagyok beteg, nem vagyok beteg, nem vagyok beteg, akkor semmi baj. Megindul a gyógyulás útjára a bármilyen nagy, nehéz betegség. Igen. Sajnálatos dolog az, hogy nem úszhatjuk meg ezeket a betegségeket, már 50 éven felett. Én is azt hittem, még be nem töltöm az 50-et, hogy kutya bajom soha nem lehet. Igen. Én legutoljára 42 évesen voltam olyan beteg, hogy láz, stb. Tehát akkor azt mondták, hogy influenza. De igen, ám, az vesekő volt. És 6 napig több mint 40 fokos lázba égett a testem. 7. napon kerültem be a kórházba. Ha nem kerülök be, meghaltam volna. Én akkor kaptam még egy életet. Köszönöm az orvosoknak. Igen. Tehát tudom, hogy mivel járhat ez. Bejött apukám, ilyen fonott kosárba benne volt a finom leves, rántott húsi burgonyapüré. Apukám nagyon sok mindent mesélt nekem. Elmesélte azt, hogy
hogy készültem el, melyik szerelmes éjszakán, és hogyan. Ott volt mellettem, fogta a kezemet. Nagyon-nagyon-nagyon sok erőt adott. Hát az öcsém az pedig ugye eltetett közben, meg ment fel a lázam. Bent a kórházban is még 3 vagy 4 napig. De hát hála jó Istennek, hogy ott rögtön csillapították. Aztán volt egy kemény érfestés. Ott a doktor úr mondta nekem, ugye ő csinálta az érfestést, egy ilyen hatalmas nagy fiolába felszívták, tehát akkor még ugye ilyen, hogy CT, stb. Tehát még akkor még nem nagyon volt. És akkor mondta nekem, hogy legyek erős. Végig-végig nézett mindent, majd aztán ugye ott megtalálták nekem ezt a vesekövet, majd utána különböző gyógyszerekkel, stb. Tehát törése, ilyen zúzóban, mindennel, és mondták, hogy nyugodjak meg, majd ugye vizelet formájában ki fog jönni, igen, és az vese homok, illetve homok formájában kijött. Tehát lehet akár egy ilyen is. Tehát nem kell rögtön megijedni, hogy jaj, Istenem, most influenzát elkaptam, ezt a csúnya koronavírus. Tehát lehet bármi. Igen, de én aztán hiába panaszkodtam a körzeti orvosomnak, hogy nem vagyok vírusos. Érzem a fájdalmat a gerinctől jobbra és le a vakbél felé a nyilvánást. Nem hitt nekem. Hát sajnos kidobták azt az orvost. De maga a kórház feljelentette, hogy ilyen nincs, hogy ennyire félrekezelt. Pedig apukámnak az orvosa volt, és stb. És ennyire félrekezelt. Így van. Na, úgyhogy én azóta nem voltam lázas ennek apukám. Soha. Mert megáldott engem az az orvos. Ő egy pásztor volt, egy hídgyülekezetben, és azt mondta, hogy ha beteg vagyok, akkor mindig keresek egy csatornát Jézushoz. Igen. És azóta is megkeresem azt a csatornát, és azóta is ugye oda imádkozom. Hát a műtétek, ugye ezek abból jöttek össze, hogy cisztikus problémák voltak, egy császármetszés utáni állapot. Igen. Rá 20 évre jöttek ezek a szövődmények. Igen. Tehát erre is mindig nagyon figyeljünk oda. Mert ugye összehúzódhatott volna, de mivel, hogy elestem, beütöttem a hasam, így ezáltal műteni kellett. Kibírtam, jól vagyok. Meghisztam. Mostanában nagyon sokat idegeskedtem. És lefogytam 5 kilót. Úgyhogy tartom a formámat. Igen. Köszönöm szépen, hogy ilyen aranyosak vagytok. Igen. Norbi György, köszönöm szépen. Oda menjél te, drágaságom, jó? Rendben? Oda menj te. Imádkozom érted, hogy meggyógyuljál. A gonoszságodból felépüljél kicsikém, és hát ha jó ember fog válni belőled, jó? Így ezáltal ilyen démontól megszabadulok, mint te vagy. Rendben, úgyhogy tiltanak. Így né? Norbi György, vetél. Meghisztam. Igen. De jól, arányosan. Arányosan. Csak aztán megijedtem, hogy nem jönnek rám a felépő ruháim. Ugyanis nagyon-nagyon sok pénzt fizettem ki a felépő ruhákra. Ez az legalább 1,5 millió forintot. Igen. Még talán még többet is áldoztam. Mert én mindig szép és csinos voltam. Bármelyik műsorom volt. Megtiszteltem a közönséget, és megtiszteltem a kollégákat, és mindenki megtisztelte egymást. Tehát én ugyanezt elmondhatom róluk is. Így igaz.
Igen, hát jobb, hogyha több hús van, most rajtunk egy kicsikét pluszba, mert ha bármilyen betegség van az életben, akkor ugye le tudjuk fogyni. Ha én nem lettem volna 62 kiló műtét előtt, akkor nagy baj lett volna. Mert ugyanis én 45 kilóra fogytam, illetve bocsánat, 48 kilóra. És amikor az Anikó Show-ba voltam, akkor körülbelül voltam 55 kiló. Vagy 52 körül, igen. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy a hangom az megnyugtat titeket. Így igaz. Majd próbálok egy olyat, hogy ilyen szinkron színészeti utat megpályázni. Igen. Vagy gyerekmeséket felmondani. Igen. Áttérek egy ilyen hit énekekre is. Igen. Nem fogok harcolni senkivel. Maradok az, ami vagyok és voltam. Olyan szerény, kedves. Szeretnék inkább ilyen vonalon maradni, mint durva. Meg az, hogy belőlem is néha kijött az a durvaság, hogy védtem magam, megvédtem magam. A célom ez volt. Kiborultam. Oda mondtam a magamét, hiszen engem úgy neveltek fel a szüleim, hogy ne hagyd magad. Harcolj magadért. És nem hagyom magam. Ha vádolnak, én megvédem magam. Jogom van hozzá. Ne bíráskodjon felettem senki igazságtalanul. De ha tudtam volna, hogy pont egy olyan valaki támad, akire nem szabad hallgatni, de igazán a társai, Szandika, Mercsú, meg ki tudja kik, ezek adták a lapot, ugye, oda a dologba. Hát, mivel hogy fiatal a hangom, szerintem kellemes. Hát majd ők tudnák megmondani, hogy kinek a hangjára vagy, minek a hangjára. Igen. Persze. Majd ők fogják tudni megmondani, hogyha esetleg egy olyanra, ha pedig nem, akkor megmegyek ápolónőnek. Rutinom van, nagyon is nagy, és az életemet én azt úgy kezdtem végül is, hogy én orvos szerettem volna lenni. Kár, hogy nem volt rá lehetőségem. Dolgoztam is kórházban, traumatológián, sebészeten. Nagyon szerettek az orvosok. Igen. Részt vettem műtéteken. Így igaz ez. Nagyon-nagyon sok orvos barátom van még közülük, akik praktizálnak. Úgyhogy innen is üdvözlöm őket. Igen. Sajnos nem azt vettem. De nagyon sok mindent megtanultam. Tanultam 0-tól 24 éves korig gyermekvédelmet, tanultam pszichológia, önismeret, mások ismeretét, tanultam ugye vendéglátóit, annak a főiskoláját is elvégeztem, vezető vagyok. Én az életem folyamán mindent megtettem, hogy legyen szakmám, és ugye a hobbim ez a színészkedés. Hobbimról sem mondtam el. És nekem sikerült minden. Köszönöm szépen. A sorsnak. Igen. Minden sikerült. Sikerültek az álmaim. Egy gyermekem volt,
annó, és nekem 16 éves volt a nagylányom, amikor még szerettem volna egy másik kislányt. Imádkoztam, kit voltam Hollandiában, majd átmentem Belgiumba, ott van egy bazilika. Sírva imádkoztam, hogy legyen még egy gyermekem. Hát azt hozták ki a nőgyógyászok, hogy nem mehet. Tehát rengeteg-rengeteg probléma volt, és gond, és ugye, stb. Egészségügyi kaparásoktól kezdve átfújás, minden történt, nem lehetett másik. Örök meddőséget állapítottak meg. Majd sírtam, és mindig bíztam benne, és álmomban mindig ott volt az a másik kislány is. Na, nem létezik, hogy mik ezek az álmok. Előre felkészültem álmaimban erre, és úgy képzeljétek el, hogy én hazajöttem, mit tudom én, augusztusban, és szeptemberben megfogantam. Igen. Egyszer voltam a férjemmel. Most bocsánat, nem tartozik senkire sem, hogy hányszor, de egyetlen egyszer. És már is a picike kis lény ott volt bennem. Majd csak egyszerűen így hülyén éreztem magamat. Hú, mondom, mi a bánat van velem? Kívánom a sört. Én, aki életemben nem ittam a sört, mai nap is sem. De ilyen alkoholmentes sört vettem, az jön a nagylányom, azt mondja, mi van, anyu, te? Mi van veled? Alkoholista lettél? Mondom, de megszerűen kívánom a sört. Aztán jött az unokahúgom, és mondom, fú, de rosszul vagyok. Hánytam, stb. Mindenféle bajom volt. És akkor mondja, hogy értesítsem majd, hogyha még egyszer egy ilyen lesz. Apukámnak volt egy nagyon-nagyon nagy műtéte. Akkor ugye én elmentem. Én voltam ott a műtét alatt. És nagyon-nagyon jó orvosok műtötték, dr. Szüleis, dr. Kardos, urológusok, akiket üdvözlök, és szeretettel kívánok nekik nagyon-nagyon sok boldogságot és sok erőt. Délelőtt felkeltem, délelőtt, hát már korán reggel, hogy be tudjak élni 8 órakor, de egyszerűen nem tudtam bemenni, mert szintén jött ugye az a probléma, hogy hány inger, meg mit tudom én. Jól van, odaértem valahogy a kórházba, de kicsit késtem, mert ugye már megkapta a injekciót, de azért csak vártak a műtéttel. A édesapám sírt, hogy szeretne elbúcsúzni a lányától. Akkor még nagyon-nagyon-nagyon szoros kontaktusban voltunk, és hát most is, de azóta már felnőtt lett a legkisebbik húgom, aki apáról testvér. És odaértem, és visszatolták apukám a műtőből, hogy el tudjak köszönni tőle, tehát ez mind sikerült. Aztán én megláttam a teáját, hát ugye műtét utáni tea, gondolom. És mi képzeljétek el, hogy én elkezdtem inni a teát. De az nekem olyan jól esett. Nagyon jól esett. Nézd rám a szembe levő kórházi ágyban fekvő fiatal ember, hogy hölgyem, ne haragudjon. Itt is van tea. Ne igye azt, mert az apukájának az a műtét utáni teája. Hú, mondom, anyám. Jó, hát köszönöm szépen. Úgyhogy tőle is kaptam egy liter teát. Tehát azt is perceken belül bepusztítottam. És nagyon érdekes történet, mert megmondják a testvéreim, nővérem, stb. Tehát akik tényleg ott voltak a kapunál, majd utána ugye ezt meg látogatni. Érdekes dolog, hogy kimentem még a büfébe, ott is kergettem a teát, úgyhogy ez így történt. Majd utána rá 2 napra, 3 napra ugye már apukám fel tudott ülni, stb. Meglátogattuk, és ott voltak a családtagok már, ugye, mindenki. És apuka elkezdett úgy sírni, hogy az bány
bántsa a legjobban, hogy nem lett ugye Márton egyik unokája sem. De igen, hát végül is Hendrik Márton az egyik, de hát Márton nevet senki sem adott az unokájának, és mondtam neki, apukám, hogyha nekem fiam lenne, az biztos, hogy Márton lenne. De végül is van egy unokája, az első fiától, a Pikács Márton bátyámtól, aki a Purol bátyám, aki sajnos nincs meg közöttünk. Ott van a Pikács Márton, de ő valahogy úgy zavarodott állapotában, valahogy ezt így nem is vette volna észre. És mondtam neki, apu, hogyha nekem fiam lenne, ha adna a jó Isten nekem gyermeket, de sajnos nem ad, akkor Márton lenne. És akkor képzeljétek el, hogy már gyerek a hasamba volt. Akkor lehetett körülbelül olyan 10 napos. Amikor észrevettem, hazamentem, másnap rosszul lettem, jött megint az unokahúgom, a Marika, és mondja, hogy menjünk orvoshoz. Mondom, jó. Elmentünk az orvoshoz, mondtam, hogy mik a tünetek, hogy milyen rosszul érzem magam, stb. És akkor úgy imitált engem, mondta, hogy menjek a nőgyógyászatra. Hát is kisbaba van. Oda, tessék, nekem nem lehet gyerekem, mert megállapították, hogy soha nem mehet. Azt mondja, pedig ott van. És egy általános, ugye belgyógyászaton voltam, utána felkerestem az egyik kórházba az egyik privát orvosomat, és mondom, hogy mi van. Vagy hogy mi van, hát nincs itt semmi, onnan menjünk gyorsan, megnézzük az ultrahangon, hogy mit mutat. Képzeljétek el, hogy azt mondja, hogy hát igen, itt van egy petesák. Jöjjek vissza 4-5 hét múlva, majd akkor már ugye a szíve már lobogni fog. Na, tessék, mi van ott? De ez véletlenül nem egy régi petesák, amiben gyöpösödött, vagy valami, és én nem maradhatok te ebben, hiszen nagyon-nagyon-nagyon nagy vizsgálatokon mentem keresztül, és azt mondták, hogy nem lehet soha az életembe gyerek. És azt mondta az orvos, hogy de igen, ott a baba, a hasába. Hát pont a férjemmel akkor ugye így külön voltunk, de addig meglátogatott, amíg egyetlen egyszer voltunk együtt, és összejött a baba. Az se volt több, mint 10 perc, most bocsi, de ennyi. És összejött. És áll a Jóistennek, ki tudtam mondani, egészségesen megszületett, de császáron lett, és most pedig már itt van, hogy kisunokám is van, ugye, 19 hónapos, boldogan élnek, úgyhogy ennyi. Meghallgatott a Jóisten. Tehát azért próbálom így elmondani nektek, hogy amit kérünk, amit szeretnénk, megadatik gyerekek. És kétszer adatik meg, épp ugyanaz egy életen keresztül, mint amire vágytál. Én kétszer kaptam vissza mindent. Kétszer kaptam vissza az életem. Kétszer kaptam vissza azt az érzést, hogy anya lehetek. És tehát a bukás, ugye, utána a felemelkedés, és utána pedig megint a jó élet, mert ahogy én megszülettem egy ilyen kis, hogy mondjam, ilyen mindennapos, aranyos, kis, kedves életünk volt, és utána pedig milliárdos lettem, elvégeztem az iskoláimat, üzleteket nyitottam, stb. Majd ugye a férjemnek az eltávolásával az, hogy elhunyt. Így lett az ember egy kicsit szegényebb, és azóta sem lettem gazdagabb. De érzelmileg, lelkileg nagyon-nagyon gazdag vagyok. Az biztos. Tehát ezeket az érzelmeket ne tudjátok ti is érezni. Amikor mindent megteszel magadért, tanulsz, és végig éled az életedet úgy, hogy soha nem unatkozol. Tehát
De, álmaidat. Így igaz. És tanulj, tanulj. És mindig tanulj. Tehát lehet tanulni az életből, ugye? Amikor már az ember már betöltötte azt az 50 valamennyit, akár a 60-at, akkor is még meg tudsz tanulni olyan dolgokat, amit még az életedben soha nem hallottál. Igen. Köszönöm szépen, Ritatót. Igen. Voltak benne nagyon-nagyon nagy boldogtalanságok, talán más bele is örült volna ebbe. De én mindig olyan erős voltam, hogy ez a földi út, az életünk, ez meg van írva. Nekem végig kell mennem méltósággal ezen a földön, az életben. Hát hiszen Isten adta életünket. És neki szenteljük a minden óránkat szinte. Hát egy óra hossza nem múlik el úgy, hogy én ne gondolnék rá is. Ez így van. Az Istennek a szeretete, és önmagadnak a megbecsülése, hogy nem rongálod a szervezetedet. Jó, én dohányzom, kávézom, de én nem iszom semmiféle drog, ilyesmihez soha büdös életben. Nem nyúlnék elnézést, kérek, hogy ilyen csúnyát mondtam. Lehet boldog úgy is, hogy megtalálod a boldogságodat anélkül. Tehát tiszta fejjel. Igen. Élni. Ezt most csak azért mondtam el, hogy a gyerekeim miatt, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha ez megállna, ezek a dolgok. Mert más a gondolkodásuk, másképp tudnak cselekedni, ráisznak, másképp működik az agy, leöregednek, lesoványodnak, és tönkre mennek családok ebben. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez nem lenne. Így van. Így igaz. Meg kell tudni bocsájtani. Mindig. Minden nap lefekvés előtt egy imában összefoglalva, hogy a megbocsájtás az a legszebb dolog. Amikor imádkozol ellenségeidért, és megbocsájtod, és úgy fekszel le, hogy tiszta szívvel, tisztán. Tehát mielőtt ne fekszünk, próbáljunk meg mindig-mindig rendbe tenni a kis hajlékunkat. Ezt azért mondom, mert sosem tudni azt, hogy mikor fekszik le az ember utoljára. Hogy vajon felébredünk-e? Ettől nem kell félni, mert felébredünk. Bocsánat, nem ezt szerettem volna teljes mértékig kifejezni. Csak mindig rakunk rendet. Tehát rakjunk rendet a kis környezetünkbe, rakjunk rendet a szívünkbe, és gondoljunk a szeretteinkre, és a világra, a világon élő minden egyes emberre. Tehát ne csak önmagunkra, ne csak a családunkra, hanem mindenkiért imádkozzunk. Most, pláne, itt a vírus kirobbanása előtt, ha netán-tán kirobbanna, és ott vannak a gyermekeink, ott vannak az unokáink, akik még alig-alig éltek. Nagyon jó lenne, hogyha a vakcina meg lenne már. Igaz, hogy fel vannak készülve a kórházak, legyünk nyugodtak. Tisztelt miniszterelnökünk, ugye, ő gondoskodott arról, hogy egyetlen egy magyar sem fog maradni ellátás nélkül. Így igaz. Jó estét kívánok, szia Anikó Márai. Igen.
ezt, amit meg kell tegyek, és Isten sugallatára jöttem most így élő videóba, és az én gondolatom és a lelkiismeretem miatt is, hogy felkészítsek mindenkit arra, hogy próbáljunk meg nyugodtnak maradni, megőrizni a családot. Nagyon fontos, hogy most ne menjetek széjjel, ne váljatok el. Nagyon fontos az otthon melege. Most gyorsan-gyorsan, akinek nincsen társa, próbáljon meg szerezni magának egyet. Nem azt mondom, hogy nősüljön meg, vagy menjen férhez gyorsan, de senki ne maradjon egyedül. Ha mégis véletlenül egyedül marad, nincs egyedül. Mert ott van vele a Jóisten és az emberek szeretete. Igen, a szomszédok, a polgárőrök, a mentősök, mindenki, tehát mindenki próbáljon meg elgondolkodni azon, hogy nincs itt baj. Nincs baj. Vár a Jóistennek, de bármikor jöhet. Készüljünk fel erre. Igen. Apródonként próbáljon meg beszerezni dolgokat. Tehát, hogy nehogy hiányzik legyen valamiből. Tehát az a nem kell töménytelen mennyiségű dolgokat beszerezni, de azért legyen otthon minden. Szerintem. Tudjuk, hogy a közértek ugye nyitva lesznek, a boltok, stb. De én arra számítottam, hogy így a koronavírus után enyhébb lesz az ár, tehát, hogy olcsóbbak lesznek, de arra jöttem rá, hogy minden nagyon drága lett. Jó itt kívánok nektek! Tehát minden nagyon drága lett. Az, hogy egy gombóc fagyi a Balatonon 1000 forint, ez a szörnyű. Kegyetlen. Egy lángos 1500-2000 forint, ez is kegyetlen. Nagyon. Nagyon kegyetlen. A közértben azt vettem észre, hogy annyira drága lett minden, hogy nagyon kegyetlen. Tudják nagyon jól, hogy nagyon sok ember tönkre ment a válság alatt. Nem volt munka. Sok embernek nem volt miből vásárolnia. Igen. És olyan áremelések történtek, hogy egyszerűen azt sem tudom, hogy miért. Nem tudom. Mert én arra számítottam, hogy a vírus után, hogy felszabadul a karantén, ugye, olcsóbb lesz minden. De nem. Mindennek az ára a csillagos egekig felszökött. Igen. Tehát az, hogy most mitől mi lesz, az ember felvágottat, annak se íze, meg van romolva, mit tudom én, milyen egyes boltokban. De én mondjuk, én jól jártam, megkértem a barátomat, hogy kérek a legfrissebb dolgokból szalámikat, úgyhogy el vagyok látva. Aztán vettem ilyen hatalmas nagy tábla szalonnát, kenyér szalonnákat, abból még mindig van. Tehát érdemes mindig otthon tartani ebben a kenyér szalonnát, lisztet, szóda, bikarbonát, élesztőt, tejport, ami nagyon fontos, tejpor. Igen. Mert ugye ahhoz már csak víz kell, te kavarod, tiszod a tejet. Akkor ugye búzadarát, ami nagyon fontos, erre minden elfogy, akkor egy fél deci, vagyis fél liter vízbe beleöntesz 2 evőkanál, vagy 3 evőkanál grízt, megpörgeted benne, vagy cukorral, vagy csóval, vagy minden nélkül, és bevágod, és éhen nem halsz.
Kornél Kovács, igen, írtenek, de nem szabadott volna. Ezt nem szabadott volna csinálni az államnak, hogy ezt engedni. Hogy a karantén után ekkora árak legyenek. De. Mert nagyon-nagyon sok ember nem tudja megfizetni. Az, hogy egy kiló alma 780 forint. Kegyetlen. Akkor inkább vettem egy üveg befőtött, még amíg ugye nem lehetett kapni, nem érett még a gyümölcs. Igen. És akkor azt beosztottam 2 napra. Mert én is imádom a gyümölcsöt, almát, minden. De az, hogy még azt is annyira fölnyomták, kegyetlen. Igen. Már itt, ahol én élek, itt nagyon, nagyon felvitték az árakat. Borzasztóan. Nagyon kegyetlenül. Igen. Jó, most tettem görög dinnyét, meg sárga dinnyét, de tényleg Görögországból indult, érkezett. És úgy képzeljétek el, hogy most nagyon olcsón tudtam megvenni, és körülbelül egy olyan 3 jó nagy görög dinnyét már megettem egy hét alatt. Tettere zabáltam magam, és 2 darab sárga dinnyét. Ja. Imádok enni, úgyhogy most is arra készülök, hogy stb. Stb. Tehát tus, ez meg az meg amaz, majd utána egy jó finom vacsika, hát ez az én bajom. Hogy ilyenkor este én még eszem. Igaz, hogy hajnali 2:30-kor fogok lefeküdni, mert nagy ügyeletben vagyok. Telefonos ügyelet. Az a munkám most. Online dolgozom itthonról, de akkor is dolgozom. Szia Linda Fenyvesi! Üdvözöllek! Igen, igen. Ez így van. Nagyon szomorú dolog, hogy a zöld alma, amit én imádok, az 780 forint egy kiló. Jó, hát megveszek 1 kilót, az nekem egy hétig elég, mert napi egy almát meg szoktam enni. Vagy akár egy libasírt megvettem, egy ilyen nagyon picike kis dobozban, az is már 600 forint, vagy 700. De inkább én szoktam venni ilyen libahájat. És akkor kisütöm, és akkor lesz belőle, azt még én pluszban, ugye lesz belőle tepertő, libazsírt, de még szoktam sertészsírt is hozzátenni, és akkor egy ilyen jó nagy dobozzal megvan. Ja. Igen. Ez van. Úgyhogy holnap töltött paprikát fogok főzni. Azt kívántam meg. Ez a nap itt van most a szezona. Meg valami nagyon finom leveskét. Majd még holnapig még megálmodom, hogy mi lesz az. Hát a karantén időszak alatt, illetve előtte én nagyon bevásároltam, úgyhogy nyitatnék egy kisebb közértet. Nagyon megijedtem. De azt szeretném nektek mondani, hogy én körülbelül 25-ször voltam Budapesten, de hála a mennyei atyának, hogy soha nem volt semmi bajom. Jöttem, mentem, jöttem, mentem, ugye, stb. Nem volt gondom. Remélem, hogy most is megúszom. És ti is. Tehát a C-vitamint azt lehet duplával duplázni. Hát ugye az vízben oldódó vitaminunk. De csak annak szabad, aki már ugye már eleve már hosszú évek óta szedi. Tehát, hogyha 500-as szedtél, akkor most lehet duplázni 1000-esre. Ha 1000-esre szedtél, akkor lehet duplázni 1500-asra. Azt úgy tudod megcsinálni, hogy ketté töröd. Vagy ott van a szupradin, ami nagyon-nagyon jó az idősebb szervezeteknél, tehát a 60 éve felett mindenféleképpen ajánlatos. A dózig, ugye, megvan benne minden vitamin. Hát most nyáron, mivel hogy
van napocska, most a D-vitamin nem kell annyira, de télen az is kell. És akkor tuningoljátok fel magatokat, hogy nagyon erősek legyünk mi magyar nép. És hajrá, győzzünk megint, hogy ne terjedjen a koronavírus itt a hazánkon belül, és a hazánkon kívüli magyarokért imádkozunk, és a többi emberekért, és a hatalmas nagy világért, tehát akik kint vannak Amerikában, vagy valahol, mit tudom én, gyermekeink. Ugye, Katica Zun, szia, drága barátnőm. Úgyhogy most megint eljöttek azok a dolgok, még az, hogy még nem csengették be ezeket az dolgokat, de bármikor lehet róla szó. Így igaz. Tehát akkor imádkozunk. Legyen jó kedvünk, turnázzatok, hajrá, hajrá, és mindenki valami munkát találjon magának, aki ugye munkanélküli lett, foglalja el magát, csinálja azt, ami jól esik, és akkor legyünk boldogok, ez a lényeg itt, szerintem. Igen. De hogy az, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték, a festek, a minden elmarad, ez nagyon nem lesz jó. Szia, Katica Zun. Még jó, hogy én mellettem egy zenész lakik, néha-néha nyomja a zenét, én meg innen énekelek rá az ablakról. Igen. Így igaz. Reménykedem én is, apa, hogy nem, de én úgy hallottam, hogy már augusztus. Igen. Augusztus vége. Szeptember környék. Igen. Sajnos jönnek az általános influencák is. Aki csak tudja, vegye fel a védőoltást. Főleg 60 éven felett, ugye, krónikus betegeknek nagyon ajánlott, és hát mindenkinek. Mert az általános védőoltásról beszélek. Igen. Én elmondhatom azt, hogy körülbelül én már olyan mennyi ideje? 8 éve már, legelőször anyukámmal mentem, ahol a házi orvosához, és hát végül is én is megkaptam ezt a védőoltást. 8 éve, hogy kutya bajom már a jóistenek nincsen. Pillanat, mindjárt jövök. Na, itt vagyok, csak elzártam a kádat, mert közben elfeledkeztem arról, hogy túlfolyt a víz. Igen. Nem tudni, tehát reméljük, hogy nem jön, nem jön, nem jön, nem jön, nem jön a második hullám. Reméljük, hogy meg tudjuk gátolni, hogy nem hozzák be ugye külföldről. Hát megvan az, hogy be kell vonulniuk ilyen karanténba, ugye, akik esetleg átjöttek, vagy fognak jönni. Hát ez augusztus, mit tudom én, meddig ingyenes, majd utána ugye fizetni kell érte, vagy igazolni, vagy angol, vagy magyar nyelven azokat a papírokat, hogy tünetmentes. Na de hát lehet pont hordozó is, hát azt, amit még nem mutat ki.
Igen. Lehet, hogy vírusoltozó. Sőt, szerintem nagyon-nagyon sok vírusoltozó van. Már most. Az is lehet, hogy mindjárt jön már rá testünk rajta. Az kutya bajunk nem lesz többé. Mert hiszen nem mindenkitől vettek le tesztet. Ja. Hát én is krühécseltem, fájt a torkom, fogtam a kis tantumvedét, bespréztem, bevettem a vitamint, folyt az orrom, hát most azt lehetett arra is értelmezem, hogy esetleg allergia valamelyik növényzete, de én soha az életemben nem voltam allergiás semmire. Hát így a műtét után, hogy ugye ételrel altattak, és jött az, amit tudom én, micsoda. Attól is lehet, hogy a gigacsirbe belenyomták ezt az altató akármit. És attól is lehet, ugye köhécselni néha. Ja. Tehát hála jó Istennek, hogy ez nincs. Hát aki köhög ilyesmi, hát az beteg, akkor hordjon maszkot a boltba is. Szerintem is mindenhol. Nagyon ideges voltam, amikor felszálltam a buszra, a Bajai járatra, Népligetben, és felszállt egy idősebb nő, és mondom, miért nincs önön maszk? Hiszen kötelező. Hát azért, mert ő egészségügybe dolgozik, és nem érdekli. Mondom, nem, és már mindjárt már támadott engem. Hát mondom, pont önnek kellene bemutatni mindenkinek, hogy igen, ezt kell hordani. Aztán rászólt a sofőr, hogy vegye fel a maszkot. Na, úgyhogy voltak ilyen problémák, és most, ahogy legutóbb jöttem, senki nem volt maszk. Senki. Nem. Vonattal közlekedtem, ott igen volt. De a buszon már nagyon, nagyon nem volt. Nagyon nem vigyáztak magukra az emberek. Sem embertársaira. Igen. Ez van. Nem lehet mit csinálni, azt mondta a buszsofőr. Igen. Patrik. Jól van, köszönöm. Jaj. Erre meg a Henziger Patrik mit ír nekem? Mi van, Patrik? Rosszul vagy? Igen. Mondom a magam így szépen, milyen kedvesen itt hallgatok. Egyszer csak bejön egy ilyen Patrik féle, és leírja nekem, hogy milyen csúnya vagy. Köszi szépen, drága csillagom. Nagyon köszönöm. Ja, Istenem, kisgyerek. Kisgyerek profil biciklivel. Kicsikém, nem szabad a nénit bántani. Alukája. Egyet. atyám. Jaj. Na. Letiltottam ezt a kisgyereket. Ja, Istenem. Meg a rossznak is lehet örülni, nem? Hát most mit mondjak egy kisgyerek profilhoz? Bántani nem bánthatom. Nem mondhatom azt, hogy jaj, de szép vagyok, mikor ő csúnyának rá. Jaj, lásson csúnyának. Igen. Igen, valaki csúnyának lát, valaki szépnek, valaki rondának, valaki ilyennek, valaki olyannak, nem baj. Elviseli a néni.
Na, puszin nektek, úgyhogy lejárt az idő. Aztán elbúcsúzom tőletek. Pihenjetek jól. Hát aki meg dolgozik, az meg jó munkát kívánok neki. Hát és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Sajnos most nem lesz annyira jó idő, nem mondhatom azt, hogy ki kell használni annyira, de használjuk ki. Menjünk a levegőre. Csináljunk valami értelmes, okos dolgokat. Esernyőt azért vigyünk magunkkal, vagy ha nem viszünk esernyőt magunkkal, képzeljétek el, hogy én mire jöttem rá. Arra jöttem rá, hogy egy nagy kukazsákot, vagy kettőt, ilyen picikére össze lehet hajtani, mint ugye a szájmaszkot is vigyetek magatokkal azért, és kis kukazsákot, az alá komolyan rá tudod húzni a fejedre a kicsit, hát a nagyobbat, azt meg az egész testedre. Tehát a kukazsákba belefújsz, csinálsz vagy te ilyen lukat, hogy azért levegőt kapjál, és akkor esik az eső. Ennyi. Ja. Hadd küldök, köszönöm szépen. Kedves vagy. Egyik csúnyának lát a másik szépnek. Ja, Istenem, azon nevetek. Őszintén megmondom, hogy az előbb leírta ide nekem egy kis gyerek profilkép, hogy jaj, de csúnya vagy. Igen. Nagyon aranyos volt. Ja. Ja, igen. Ha legközelebb látom, már nem figyelek rád. Ha rosszabb lesz a vátlán, nem az én hibám. Fordulj csak más felé, nézz a kékeget. Te sose gondolj arra, hogy nem szerettelek, hogy hol romlott el. Nem számít ma már, hogy mi volt a baj, az sem számít ma már. De nem mindegy még ma sem, hogy bírom-e nélküle. Ha lesz erőd, hogy egyszer ezt megmond nekem. Tarararararam, tarararararam. Tarararararam, nem az én hibám. Ja, Istenem. Na. Holnap lesz a szülike napod? Milyen dalt kérsz? Melyiket szereted? Szeretnéd hallani? Na nézzünk akkor születésnapot, jó? Születésnapos kis dalt. Almot körülöm, milyen szülinapra kéred? Vagyis milyen dalt kész a szülinapodra? Írd le! Légy szíves! Nem látok semmit, amit szeretnél.
Almot küldönek, szeretettel küldöm születésnapja alkalmával a következő dalokkal. Dalt. Elsöpri a szél, ha kell, ha nem, ma forever-en. Elfelejtem én, ha kell, ha nem, a te nevedet. Hát ki halt a régi út, a megszokott helyen. Te többé sosem találkozol velem. Mert elsöpri a szél, ha kell, ha nem, a fa levelet. Én másnak adom át, ha kell, ha nem, a szerepemet. Az idő söpri el majd az emlékedet. Ahogyan nem fúj a szél, ha kell, ha nem, a fa levelet. Rendben. Na, akkor kapsz egy gyönyörű szép bátőrem, és szeretettel fogadjátok. Arvod köldölnek, köldétél direkt a dalt. Mindig kerestem, hogy vajon hol lehet, hol van az a sár. Kibe szerelmes leszek, megtaláltam és övé lettem. Jaj, egy perc alatt, hát gyere, gyere, drága szerelmem, olyan régen látalak, mert szeretem a kék szemedet, úgy imádom a mosolyod, és amióta megláttalak, én olyan szerelmes vagyok. Most jön a születésnapi dal. Rendben. Ezen ott most más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másképp kelt fel a reggel a nap, és másképp jár a hold. Köszöntünk már így téged, hogy együtt vagyunk, és ajándékon fogadd el, vidám kis dalom. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjunk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Boldog, boldog, boldog születésnapot, tévélete kívánja neked, még ezer esztendővel több legyél. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékul fogadd el e vidám kis dalunk, hogy happy birthday to you. Happy birthday to you. Tavasz után eljön a nyár, és ősz után a tél. De minden évben eljön a nap, amikor születtél. Köztünk hát, köszöntünk téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékon fogadd el e vidám kis dalunk, hogy boldog, boldog, boldog születésnapot,
Kívánom, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Happy birthday, happy birthday to you, baby. Happy birthday, happy birthday. Arnold, vagy Amold. Amold. Na, úgyhogy akkor a jó Isten értessen téged nagyon sokáig. Boldogságban, erőben, egészségben. Stílusos íz, telefordulattal. 1664 Blanc. Rendben. Na, akkor búcsúzom tőletek, és akkor remélem, hogy holnap majd bulizunk egy kicsit, beszélgetünk egy kicsit. Szeretném azt, hogy tényleg boldogak legyetek, vigyázzatok egymásra, próbáljuk kibírni ezt a vírusos időszakot, majd aztán jön a vakcina. Ezt mindenki megkapja, ugye, aki még nem esett túl rajta, vagy aki veszélyhelyzetben érzi magát, hát ezt már rajtatok fog múlni. És utána kezdődik megint egy gyönyörű szép élet mindenki számára, hiszen most is folytatódik ugyanaz. Elképzelhető, de az is elképzelhető, hogy nem. Nem tudom. Puszi nektek, sziasztok! Jó étvágyat!